Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban egy különleges útra indulunk. Kocsi Sándor 24 évig volt drogfüggő, ebből 15 évet heroinozott, ötször lőtte túl magát, és ugyanennyiszer élesztették újra. Mára már tiszta, és a székesfehérvári egészségdok drogambulancián segít fiataloknak tisztává válni, hiszen olyan fiatalokon segít, mint ő maga volt drogfüggőkön. Vele beszélgettünk. Az a fajta vagyok, aki ezt soha nem mondta ki, hogy ennél nincs lejjebb. Sőt, észre se vettem, hogy annál nincs lejjebb. Felhívták rá a figyelmet, de nem. A kérdésedre válaszolva pedig ez egy olyan 13 éves koromban kezdődött, most 42 vagyok, a 43-at taposom, és gyakorlatilag 6 éves koromtól vettem észre, hogy a szüleim isznak nem kicsit, nagyon, viszont mindent megteremtettek nekem, tehát a szeretett nyelvük az volt, hogy Sanyika jól akarja érezni magát, akkor veszünk neki valamit, veszünk egy kis szeretetet. Tehát, hogy így próbáltak kompenzálni. Ezzel nem is volt nekem addig semmi probléma, amíg ennek nem volt egy olyan hátulütője, hogy 13 évesen megszakadt a futball karrierem, úgymond. Most nem akarom reklámozni, egy budapesti csapatnál, egy jól menő csapatnál futballoztam 13-os koromig, és akkor ott történt egy térdsérülésem, és gyakorlatilag befejeződött így a drogkarrier. Ezer más dolgot csinálhattam volna akkor, de igazándiból mögöttem nem volt szülő. Tehát én nem tudtam hazamenni, elmondani a problémámat. Egyrészt édesapám nem hallgatott meg, ivott, édesanyám akkor is ivott. Tehát így inkább az ő veszekedésüknek a közepén voltam, amikor így eldöntöttem, hogy ebből elég volt. És akkor bedobtam a táskámat a sarokba, nem érdekel engem az egész, majd nézek magamnak egy olyan közeget, ami majd elfogad. Úgy, ahogy vagyok, megért, tanácsot fogadni. Ha csalódott vagyok, akkor segítenek, és akkor mondanom se kell abban az időben, hát én pesti srác vagyok, 18. kerületben raktam Dél-Pesten, 90-es évek elejéről beszélünk, én mindig szoktam mondani, hogy akkor tört be Magyarországra, hogy igazán a kábítószer, hogy a 90-es évek elején. 90-től 97-ig mindenki röhögött rajta, hogy nézd már, be van állva a gyerek, meg mégse ivott, meg mégse, tehát ilyen volt a környezet, és akkor nevetgéltek rajta, igen, ám csak, hogy 97-ben, amikor igazándiból az első ilyen komolyabb bűncselekménybe belekeveredtem 17 éves fejjel. Ez egy nagyon hosszú idő volt, mire eljutottam odáig. Gyakorlatilag jártam iskolába, meg így próbáltam teljesíteni a társadalmi elvárásokat, illetve próbáltak ezen segíteni, de hogy a tudatban én már drogfüggő voltam, a drogfüggőség mellé párhuzamosan jött a bűnözői életvitel. Tehát lopás, csalás, hazudni, átverni embereket, lehúzni, betörni, tehát sorolhatnám ezt a palettát. Iszonyatosan megszállott voltam, amikor drogoztam, és rettenetes sok kényszer plusz cselekedetem volt, amit kényszeresen, párhuzamosan működtettem, illetve úgy éltem meg, hogy embereket manipuláltam, próbáltam megvezetni, ha így érthető, próbáltam átverni, úgy, hogy ők maguktól nekem segítsenek abba, hogy drogot fogyasszak. Tehát, hogy az ember eljut egy ilyen szintre. Tudtam, hogy az vagyok, de mégse láttam be, mert kényelmes volt. Tehát amíg az ember nem veszít el mindent, ezt szoktam mondani, amíg nem ér el az aljára, nem üti meg a padlót, akkor addig nem esik le neki, hogy ő tulajdonképpen drogfüggő. Nagyon nehéz azt is kimondani egy drogfüggőnek, hogy föláll, odáll a tükörbe, és azt mondja, hogy drogfüggő vagyok. Nem tudom, hogy kell leállni. Na hát ez kellett nekem 24 év. És közben lett családom, közben volt ez a bűnözői attitűd mellett egy olyan elképzelés, hogy nekem dolgozni kell, de valami mást kell mutatni. Ez azért fontos, mert hogy amikor családot alapítottam, akkor több előzetes letartóztatáson túl voltam, börtönben már nem akartam kerülni, és akkor volt egy családképem, és ezért emelem ki édesanyáméknak azt a részét, hogy ugye próbáltak megvenni mindent. Én soha nem akartam olyan lenni, mint ők, de tökéletesen végigvittem azt a mintát. Mégis olyan lettem. Tehát én a saját gyerekeimet ugyanezen a szinten akartam megvásárolni, illetve kompenzálni akartam azt, hogy én nem vagyok velük, inkább elmegyek anyagozni, inkább más csinálok. Megteremtettem úgymond mindent, de hát tulajdonképpen mint apa, mint valódi minőségi idők nem voltak ebben soha benne. És akkor voltak közben balesetek, volt ez, volt az. Tehát, hogy így tudnánk beszélni erről egy napot, de gyakorlatilag a lényeg az volt, hogy ez egy szép, hosszú
lejtő, vagy nem is tudom micsoda, amin nem is tudom, hogy értem el idáig, mert nem felfoghatatlan számomra. A 24 évből nem sok minden maradt meg, a 24 évből a végét, úgymond végét, tehát a felét, 15 évet intravénás heroinfogyasztóként töltöttem el, mert már semmi nem vette el azt a rengeteg mocskot, lelki problémát, hazudozást, ami ugye, én szoktam mondani, hogy én drogos voltam, és menekültem az érzelmek elől, az ingerek elől. És amikor bedrogozik az ember, semmi érzelem, semmi inger nincs. 2009-ben volt az első olyan, hogy egyszerűen azt mondtam a páromnak, hogy vigyél el mindent, mert mindent el fogok adni, és beleegyeztem abba, hogy menjen, mert pici volt a két gyerek. Tehát, hogy egyszerűen katasztrofális állapotban nem tudtam, hogy kell leállni. Aztán megfelelésből elmentem egy rehabilitációra, nem is olyan messze innen. Megfelelésből végigcsináltam másfél évet, mert a családom ezt várta el tőlem. Mármint van egy nővérem, meg egy bátyám, és ezt várták el tőlem, de hát gyakorlatilag a megfelelés azt tudjuk milyen. Úgyhogy az nem én voltam, és ezt tökéletesen működtettem 20 évig. Volt két olyan történet az életemben, amikor gyakorlatilag én meghaltam. Tehát fizikálisan is mindenhogy visszahoztak, sikerült. Aztán elvégeztem egy másfél év rehabot, és én azt hittem, hogy én ugyanúgy tudok működni ezzel a bűnözői attitűddel. Én megpróbáltam drogot árulni úgy, hogy közben a könyöklőben egy biblia volt. Mert akkor úgyse fogják átkutatni a kocsit. Tehát ugyanazt a viselkedést vittem tovább, és én azt hittem, hogy én majd a drogosok között én leszek az egyetlen tiszta. Hát ez másfél évig sikerült. Mondom, csak el másfél év után nem fűvel, nem alkohollal, meg nem ilyenekkel kezdtem. Közben persze hullottak mellettem az emberek, hanem egyből heroinhoz nyúltam. Tehát az volt az első, ami így csillapította ezeket a, hogy is mondom, kudarcot. Mert tényleg az volt kudarc. Tehát, hogy mondták nekem a rehabon, hogy ha visszaesel, úgyis ez fog eszedbe jutni először. Már legyintettem, és kinevettem őket, és akkor azt mondtam, hogy én ettől okosabb leszek. Aztán rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy gyakorlatilag ez nem jött össze. Megint megpróbálkoztam rehabba, próbáltam egy 4 hónapot eltölteni, megint voltam tiszta fél évig, de ugyanabban a társaságban mentem vissza, ugyanabban a környezetben. Összeszedtem a házat, próbáltam rendbe rakni az életem, el is jutottam egy szintig manuálisan, de a lelki rész, a fejbe a gondolkodás az ugyanaz volt. És ezért szoktam mondani, hogy akárhányszor bezárhatnak börtönbe egy embert, semmi más nem csinálok vele drogfogyasztás miatt, hanem csak szüneteltetik a drogozást, mert itt nem változik semmi. Tehát a gondolkodás megmarad. Nekem attól változott, hogy gyakorlatilag eltelt 2014-től, hát egy ilyen, ha idáig mondhatom, 2018 elejéig, gyakorlatilag 5-ször még, nem 6-szor élesztettek újra, és minden egyes kábítószerfogyasztásom, intravénás fogyasztásom arról szólt, hogy én hazavágjam magam. Tehát, hogy az volt, hogy meghalljak. Mert már nem tudtam elviselni azt a terhet, hogy nekem nincs család, mindent elbuktam, tönkretettem a környezetem, a házat megint tönkretettem. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy annyira megszállottá váltam, ilyen az élet körülményeim annyira rosszra fordultak, hogy a kutyám fűtötte a lábamat, mert nem volt fűtés a lakásban, de ez azért volt, egyrészt kikapcsolták, plusz még le is vágtam a radiátort, hogy legyen heroinra pénzem. Elvittem, tehát, hogy eladtam a gázkazánt, kikapcsolták a villanyt, tehát a gyertyával, és az volt a lényeg, hogy nekem kanalam, tűm legyen, meg heroinom, és ennyi. Aztán szoktam mondani a prevenciókon, nekem a macskának 9 élete van, nekem ez az utcsó. És akkor az utolsó lehetőség az életem az volt, hogy szó szerint csináltam egy trombózist a lábamba. Tehát, hogy fekete volt a lábam, a dilleremhez fél lábon ugráltam, busz, meg stb. És akkor eljutottam odáig, és a saját dillerem hívta rám a mentőt. Még adott egy 5-öst, intézd el magad, de kihívtam a mentőt. És akkor így bekerültem a délpesti pszichiátriára, ott sem volt még belátásom, tehát ott se történt meg a nagy áttörés. A nagy áttörés az akkor történt meg, amikor megláttam a lányomat, hogy ő 15 éves lett, mert fölhívott, hogy ő bejön meglátogatni. És akkor mondom, szó szerint megijedtem az egész helyzettől, mindentől. Tehát, hogy én nem bírtam vállalni saját magamat. Holott ő bejött hozzá meglátogatni. Ő vállalta az ő részét, én azt se tudtam, tehát felelősségtudat még nem volt bennem.
És akkor tulajdonképpen ott döntöttem el, jó, akkor hívjuk fel a dokit, a doknak a intézményvezetőjét, mert ugye ő is jött valahonnan, ő is megcsinálta, és általában az ember ilyenkor olyan emberekhez ragaszkodik, aki már ezen végigment. Tehát én nem a pszichiátert akartam megkeresni, meg a pszichológust a Dél-Pestibe, hol kézenfekvő lett volna, hanem én bele akartam beszélni, aztán így a család nővérem segített benne, ő a tyúkanyó, a családban mindenkire vigyáz, és meg hát iszonyatosan szeret, imád, és akkor megpróbáltam most ezt a szeretetet nem kihasználni, hanem élni vele. És akkor telefon, ide-oda, 2 hónap pszichiátria, onnan is kirúgtak egyébként a kórházból gyógyszerkereskedelem miatt, tehát hogy hagyd ne mondjam, és akkor egyik napról a másikra lekerültem Zsibrikre, rehabra, nem akartam onnan lenni, nagyon akartam. Nagyon messze volt mindentől, aztán ott is 3 hónapig próbáltam manipulálni az egész közösséget, hogy úgy legyen jó, ahogy én akarom. És 3 hónap után valamilyen tök hétköznapi problémát egy reggeli csoporton meg kellett osszak, föl kellett olvasni, tehát az se, hogy kút fejből, és a 3. mondatnál elakadtam, és kitört belőlem egy ilyen nem is tudom milyen sírás. Az, amikor az ember így tehetetlenségébe összerogy, és egy 40 percet folyamatosan, és akkor döntöttem el, hogy akkor fölraktam a kezem, és mondjátok meg, hogy hogy kell csinálni. Tehát, hogy mert nem tudom, hogy kell. Sok mindez értek, a mai napig is, nagyon sok mindez értek, de nincs róla papírom, viszont erről fogalmam nem volt, hogy hogy kell csinálni, hogy kell leállni, hogy kell emberekkel normálisan beszélni, hogy kell udvarolni, ezt is itt tanultam meg kint a kollégáimtól, tehát hogy egyszerűen az életről számlát befizetni, meg TB-t kifizetni, meg mi az a tartozás, meg elébe menni a dolgoknak, hogyha valami történt, felelősséget válni, ez semmi nem volt. Tehát hogy ez gyakorlatilag erre volt most így 4 évem. És akkor így szépen lassan összeszedtem magam. Így kerültem a dokba, rehab után. Nekem célzott volt az, hogy idejövök, egyrészt a dokit, akit ismertem, illetve akit bemutattam, a Zsoltit, ővelük így már kapcsolatban voltam annó régen, tehát láttam őket, hogy miből jöttek ki, és akkor ez volt az első. De aztán én eldöntöttem már ott lenn, hogy én mit akarok, mit szeretnék, akarok az, mit szeretnék. És akkor így próbáltam amentén működni, normális életvitel, stb. Ami most számomra nagyon-nagyon nehéz sokszor, mert türelmetlen egy ember vagyok, de ezért vagyok itt. Tehát én ezt a munkáját arra is használom, hogy én minél többet fejlődjek, van lehetőség tanulni. Egyrészt most már nekem az, ami pozitív, hogy én ha 14 évesen tudom, hogy van Magyarországon egy ilyen hely, akkor bemegyek, akkor segítséget kérek, vagy bevisznek. Én nem az az empatikus típus vagyok itt a munkahelyen, mert hogy én 2-3-szor valakivel egyeztetek időpontot, eljön, aztán visszaesik, megint eljön, megint visszaesik, és nem vagyok egy túl türelmes, mert hogy egy csomó mindent így kiteszek magamból, próbálok neki segíteni, és akkor ugye elfogy. Aztán a gyerekek részéről, hogy nyilván van egy érzelmi befolyásoltságom, mert hogy van sajátom is, próbálok neki segíteni, miért esett ő szét, találgatni, hogy ez miért történhetett meg. De hogy a nehézség az inkább, hogy valahogy ahhoz tudnám mondani, amikor egy olimpikon 4 évet küzd azért, hogy olimpiai bajnok legyen. És amikor itt sajnos statisztika az nagyon igaz, hogy 100-ból 3, aki talpon marad. Viszont ha egy ember visszajön, és azt látom, hogy ő lakása van, vagy munkahelye van, barátnője van, vagy azóta már családja van, csinálja az életet, és nem drogozik, és használja azokat az eszközöket, amit tanult a rehabon, illetve idejött, és segítséget kért, és ezt így elfogadta, és tényleg beleállt, mert nem egy könnyű dolog ez, akkor megéri. Akkor nem, én sose azzal a 97-tel foglalkozok. Befolyásol, nem mondom, hogy nem, de amikor az egy visszajön, akkor az üti a 97-et. Tehát, hogy én mindig így tudok gondolni a munkámmal kapcsolatban, a helyzetekkel, élethelyzetekkel kapcsolatban, hogy ez bennem így átfordult, hogy a megoldásban gondolkodok, hogy lehet megoldani problémákat, vagy feladatokat, feladatokat hívom, hogy ezeket hogy lehet kivitelezni, hogy legyen úgy, hogy jó legyen. Tehát, hogy működtethető legyen az élete, vagy stb. Tehát, hogy, és minden egyes élethelyzetemre rá tudom húzni, hogy én így gondolkodok.
bárhol bármi történik, valami negatívum. Persze mérgelődök, mert ember vagyok, meg idegeskedek, de azt hamar elengedem. Tehát, hogy inkább azon gondolkozok, hogy lehet megoldani. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, találkozunk 2 hét múlva. A viszontlátásra!